Mi ez a folyton más törvény, ami dolgokat diktál az időben? Mi ez a folyton más idő, ami törvény diktál a dolgokban? Mi ez a dolog, ami folyton más törvény ideje? Mi ez az idő, ami folyton más törvény dolga? Mi ez a folyton más, ami dolgokat diktál az idő minden idejében? Mi ez az idő minden idejében folyton más dolgokat diktáló időtörvény? Mi ez a dolog, ami az idő minden idejében folyton más törvény diktáló folyton más? Mi ez a semmiképpen sem mindenképpen ugyanaz? Mi ez a semmiképpen sem mindenképpen ugyanaz folyton más időtörvény dolog? Mi ez az idő diktálta semmiképpen sem mindenképpen ugyanaz dolog folytonosság időtörvény? Kicsi vagy nagy, mind számítva tele. Mert a gyerek legyen 3, vagy tehát 40 éves, akkor is csak gyerek mindig születik. Miles Davis-szel én 18 éves koromban ismertem, mert tudnás, hogy megismerkedtem, csak egy pár Miles Davis felvételhez valahogy hozzájutottam. És ugye hát ez a sorsnak egy milyen különös jó váltétele, vagy hogy mondjam, a sok rosszal szemben, hogy a 30 év után a Miles Davis-szel sikerült egy véletlen folytán személyesen találkoznom. Az én prospektusomat, és akkor ez felkeltette az érdeklődését, és pont turné előtt álltak, aminek az első állomása pont Magyarország volt, és akkor hát ő mondta, hogy szeretne velem összejönni. Tudni kiderült, én ezt nem tudtam egyébként Miles Davisről, hogy ő is festő volt. Bementem, meghallgattam a koncertet, és utána nem a Miles Davis-szel, hanem hát a stábjával találkoztam, akik hát mondták, hogy Davis nagy méretű képeket szeretne. Megjelentek a Szamárhegy
ugye itt a szódás előtt találkoztam én személyesen Miles Davis-el, ott mutatkoztunk be, hát nagyon nagy élmény volt, mondhatom, nem voltam teljesen magamnál. Érdekes dolog volt, ugye Miles Davis itt totyog föl, Szamárhegyen nem is hiszem el, máig se szinte, ha vele gondolok. Bejött, rögtön szétnézett, akkor én már tudtam, hogy ha ez így össze fog jönni, az egy képet eleve ajándékba fogok neki adni a személyes tiszteletem jelléül. Úgyhogy az első képet mondtam neki, hogy hát ez neki ajándék. Elmosolyodott ezen, kicsit így megbökött, hogy milyen jó fej vagyok, ugye. De az az érdekes, hogy 68-ban festettem egy kis képet, amikor az ő zenét megismertem. Az is a cím, hogy Trombita szóló, és gondoltam, hogy ezt a képet előkeresem, és hát egy ilyen nagy poén, mondjuk ezt csak én tudom, de hogy ezt neki ajándékozom. Ezt nem tudtam neki ajándékozni, mert nem találtam meg. De nem vagy legalább megmaradt így nekem.
Nem, állok most, és fantanál is